Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, augusztus 19-én. A mai napon új hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. A hold nem látható, mert a nap nem tudja besugározni. Mit jelent számunkra egy új hold? Visszahúzódást, gondolatokat, hogy legyen tovább, és mi a fontos jelenleg? Mit közöl velünk a mai új hold? Mi áll a középpontban? Az anyagiak. Igen, pontosan erről van szó. A pénzügyi dolgokat kell rendezni. De itt értékekről is van szó. A belső értékünkről is. Tehát oda kell figyelni. A mai új hold a Magha holdházban található, és ez Regulus csillag hatása alatt áll. Ez a Regulus csillag a királyoknak és az uralkodóknak a csillaga. Kell, hogy uralkodjunk a gondolataink felett, az érzelmeink felett, uralkodnunk kell az életünk felett. Mi fontos az anyagiakon kívül, mit közöl velünk ez a mai új hold, ami a munkánkat illeti. Sokaknál lesz munkahelyi változás. A Plutó és Jupiter bolygó kihat a munkahely területére, és előfordulhat, hogy elbocsátások lesznek. Viszont Jupiter bolygó segít abban, hogy lesz egy új lehetőség, egy új kezdet. Én nem mondom azt, hogy ez mindenkit érint, de előfordulhat. Ez a mai új hold közöl velünk egy titkot. Mégpedig azt, hogy a szerelmi élet területén jelen pillanatban minden olyan bizonytalan, nem tudjuk hogyan tovább, vannak titkok, de azt is jelentheti, hogy legyünk mi titokzatosak, visszahúzódóak, vagy tartsunk titokba valamit, ami a szerelmi életünkre vonatkozik. És mit közöl ez az új hold velünk, ami a jövőnket illeti? A következő hónapokban, legkésőbb jövő év elejéig rendeződnek a dolgok a párkapcsolat területén. Lesznek sorsdöntő változások. És ez volt a mai felvételem, mi szó is augusztus 19-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!